Rezsicsökkentés sajtótájékoztatót tartott dr. Aracki András országgyűlési képviselő és Témészáros András polgármester. Offshore luxus lakópark Érden, ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót Lengyel Szilvia LMP-s képviselő. Vízvilágnapja, ez alkalommal diákok látogattak a vízművekhez. Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Közös sajtótájékoztatót tartott dr. Aracki András országgyűlési képviselő és Témészáros András polgármester csütörtökön délután a Polgárok Háza dísztermében. A tájékoztató témája a rezsicsökkentés és az ahhoz kapcsolódó aláírásgyűjtés volt. Érden és a környékén is megkezdődik a rezsicsökkentéssel kapcsolatos aláírásgyűjtés, amely ezt a csökkentést megvédeni szándékozóknak biztosít lehetőséget arra, hogy kifejezzék véleményüket, egyetértésüket a Fidesz-KDNP kormány szándékával, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón dr. Aracki András országgyűlési képviselő. Ez a rezsicsökkentés már elkezdődött 2013. január 1-től, köztudomású, hogy az energiaárak közül a gáz és a villamos energia 10%-os csökkentése történt meg a lakossági fogyasztók részére. Véleményem szerint ezzel a rezsicsökkentéssel visszaáll az az állapot, az az ár és érték egyensúly, ami egyébként mindig is megélette volna a magyar polgárokat, és remélhetőleg a jövőben ezt érvényesíteni is tudjuk továbbiakban, nagyobb mértékben is. Ugyanis a rezsicsökkentéssel nem akarunk megállni, a rezsicsökkentés érinteni fogja a víz, a szennyvíz és a szemétszállítás, valamint a kéményseprő szolgáltatásnak az ár színvonalát is. Ezt vélhetően 2013. július 1-től fogjuk megvalósítani, és majd a téli fűtés időszakot megelőzően további rezsicsökkentés, árcsökkentés tervezünk az energia szektorban is, tehát a villamos energia és a gáz árának a csökkentésében. Erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez sem üres kampányfogás, ennek is megvan a tartaléka a magyar energetikai rendszerben. Tehát meg lehet nyugtatni az állampolgárokat, azok, akik aláírásukkal meg akarják védeni a rezsicsökkentést, azt védik meg, ami egyébként a magyar lakosságnak egyébként is jár. Nem lehet véletlen az, hogy egyébként a paritásos alapon számoljuk, hogy mennyit fordít egy magyar állampolgár a jövedelméből a rezsikre, az energiára és a egyéb rezsiköltségekre, akkor azt lehet látni, hogy a legnagyobb százalékban a magyar állampolgárok költik a jövedelmüknek a jövedelmüket arra, hogy egyáltalán normális módon egyáltalán létezni tudnak, nem csak táplálkozni, hanem a lakás és az egyéb rezsi költségeket ki tudják fizetni. Ezen változtatni kell, és ezen elkötelezettek vagyunk ebben, hogy változtatni is fogunk. Az országgyűlési képviselő rezsicsökkentéssel kapcsolatos gondolatait Témészáros András polgármester is kiegészítette. Nem lehet véletlen, hogy azok a cégek, amelyeket jelen pillanatban ez elég erőteljesen érint, azok ugye minden eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy az Orbán kormányt lejárassák, illetve a magyarországi helyzetet olyan színben tüntessék föl, mint amelyik politikailag nem megfelelő módon kezelhető. Amit még talán hozzáfűzni érdemes, hogy én úgy gondolom, hogy mint ahogy a tavalyi év végén, ami békemenet bizonyos tekintetben megakadályozott, vagy lelassított, vagy megállított egy magyar kormány elleni puccsot, külföldről elindított puccsot, ugyanúgy nagy valószínűség szerint, ha kellő számú aláírás gyűl össze, az is megfelelő illusztráció lesz amellett, hogy az Orbán kormány támogatottsága többek között, emiatt is a rezsicsökkentés miatt is nagyon erős az országban. Az aláírásokat a jogszabályoknak megfelelően gyűjtik majd több helyszínen. Már elkezdődött az aláírás gyűjtés az Érd alsó utca 8 szám alatti
épületben, ahova minden nap, hétköznap 10 és 15 között, 10 és 15 óra között lehet menni és aláírni az adott íveket. Hétvégén, szombaton 9 óra és 12 óra között várjuk a szeretettel az érdi polgárokat. Ezen kívül rendszeresen fogunk standokat felállítani a város különböző pontjain, ami bizonyos, hogy minden szombaton a piac előtt szintén fogunk aláírásokat gyűjteni, és ezen kívül hétközben a meghatározott helyeken valószínűleg itt a város központban a Stop Shop környékén, valamint parkvárosban a BEM téren fogjuk gyűjteni az aláírásokat. Ugyancsak aláírási standok lesznek, ahol szintén ott lesznek a Fidesz és a KDNP aktivistái, Török Bálinton, vélhetően a CBA környékén, valamint Sóskúton, ott csak szombati napokon, és Tárnokról is kapunk majd információt, hogy ott is lesz ilyen aláírás gyűjtőhely, ahova szeretettel várjuk az állampolgárokat, akik úgy gondolják, hogy egyet értenek velünk. Az aláírásgyűjtés egy hosszabb távú akció, amely várhatóan június elejéig tart majd, zárta gondolatait dr. Aracki András országgyűlési képviselő. Lengyel Szilvia, a Lehet más a politika képviselői csoportjának tagja sajtótájékoztatót tartott csütörtökön a polgármesteri hivatal előtt. A tájékoztatónak az Offshore Luxus Lakópark Érden hatalmi támogatással címet adta. A tervek szerint ugyanis Érden egy olyan luxus offshore lakópark épülne a város sóskúti határában, ami tulajdonképpen csak a hatalomhoz közel álló oligarcháknak kedvez. A válság nehéz éveiben a Érden ismét egy Simicska Lajos közeli cég zsebét dúsítaná a luxus lakópark megépítéséből származó jövedelem. Sajnos információink szerint a város vezetése tevékeny szerepet vállal ennek a tervnek az előmozdításában, és ráadásul teszi mindezt úgy, hogy átnyúlva az emberek feje fölött, szétrombolva a helyszín élővilágát és a természeti értékeit, amelyek természetvédelmi védettség alatt állnak. Az LMP nem hagyhatja szó nélkül ezt a tervet, mert együtt érez azokkal az érdi lakosokkal, akik kiszolgáltatva a hatalom kénye kedvének kénytelenek elszenvedni azt, hogy a hatalmi érdekek fontosabbak az állampolgárok érdekeinél. Az LMP éppen ezért határozottan kiáll az érdiek offshore lakópark elleni harca mellett, és kíváncsian várja a választ arra, hogy hogyan lehet az, hogy egy 2004-ben 80 millió forintot érő lőtér értéke hogyan lesz 1,5-2 milliárd forint értékű 2013-ban, és hogyan lehet az, hogy amíg az Orbán kormány rendre offshore vállalatokkal illeti politikai ellenfeleit, a hozzá közel álló gazdasági holdudvar esetében pedig ilyen gondolatok még az eszébe sem jutnak. Lengyel Szilvia LMP-s képviselő felvetéseire, állításaira Témészáros András polgármester sajtótájékoztatón reagált. Hogy most ez offshore cég vagy nem offshore cég, meg kell mondjam őszintén, én ebben nem tudok állást foglalni, én azt tudom, hogy a Geoid PLD Kft-vel kötöttünk szabályozási tervre vonatkozó szerződést, és ezt a szerződést, ezt ebben a pillanatban tudjuk, hogy a Geoid PLD Kft-nek kik a tulajdonosai, tehát ezt a szerződést maguk a tulajdonosok írták alá. Az offshore-nál ugye pontosan az az érdekes, hogy legkevésbé tudjuk, hogy kik a tulajdonosok. Tehát itt ebben a tekintetben nem biztos, hogy megáll az az állítás, amit a LMP-s igen tisztelt képviselő elmondott itt az előző időszakban. Hogy luxus-e vagy nem luxus, én úgy gondolom, hogy nagyon kétséges itt a luxus és a nem luxus között nagyon fontos határvonalakat meghúzni. Ezek lényegében parkvárosban, azt hiszem, nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy összeolvadnak. Parkvárosban vannak gyönyörű házak, és vannak nagyon csúnya területek is. Most akkor vajon azok már most, ahol a gyönyörű házak fölépültek, azok már luxus gettók, ahogy szokták ott fogalmazni, vagy pedig csak voltak olyan jó anyagi körülmények között élő emberek, akik érdem vettek egy telket, és építettek rá egy gyönyörű házat. Hát én is azt remélem, hogy ezeken a telkeken is gyönyörű házak fognak épülni, és azt remélem, hogy ez egy körülbelül egy ilyen 5-8 éves időszak alatt ez végül is be fog telepedni, és be fog épülni ez a terület. Ez azt fogja jelenteni, hogy érnek az a része végre, hogy mondjam, kulturált körülmények között befejezhetővé válik. Az a terület, amiről szó van, legyünk most már akkor azt gondolom, hogy
szókimondónak, ez a volt lőtérnek a területéről beszélgetünk. Ezt ugye egészen a rendszerváltásig katonai területként, zárt területként használták, és valóban mint lőtér működött. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nagy valószínűség szerint az ott lévő élővilág és egyebek egy lőtéri használat alapján különösebben nagy kedvezményben nem tudtak részesülni. Jelen pillanatban is ugye Sóskút és Érd határán található durván 17 hektáros területről beszélünk, amely terület az elmúlt években, és el kell mondjam, hogy nem az Orbán kormány alatt, hanem még a Medgyessy, illetve a Gyurcsány kormány alatt a hadügyminisztérium privatizálta, magyarán eladta egy magánvállalkozónak, aki magánvállalkozó pedig építési övezetet szeretne belőle csinálni. Azt is el kell mondjam egyébként, hogy a hosszú távú általános rendezési tervekben 90-től azok a területek abban az esetben, ha felszabadulnak a honvédségi, hogy mondjam, igénybevétel alól, mindig és mindenkor lakásépítésre való felhasználásra voltak kijelölve. Ennek a 17 hektárnak a sorsa ugye azon múlott, hogy a tulajdonos is mit akar, illetve mit akar az önkormányzat. Azt látjuk, hogy 17 hektárt a lakóterülethez közvetlen közelében úgy meghagyni, hogy nekünk kéne takarítani, nekünk kéne tisztítani, nekünk kéne az ebben kapcsolatos összes olyan közterhet fölvállalni, a természetesen a lakók pénzéből, a lakók befizetett adójából, erre abban a pillanatban szinte képtelenek vagyunk. Ez az egyik fele. Tehát ott valamilyen célú hasznosítást ki kell alakítani, hogy a tulajdonosa legyen, hogy gazdája legyen a területnek, ne pedig csak ott nőjön a gaz. 1993 óta március 22-e a víz nemzetközi világnapja. A víz világnapjának elsődleges célja az, hogy óvjuk, védjük környezetünket, és ezen belül a föld vízkészletét. Az Érdés térsége víziközmű Kft. Ez alkalomból ismét megnyitotta kapuit az érdi diákok előtt, és két napon keresztül várták a helyi fiatalokat. Március 21-én és 22-én közel 400 gyermek ismerkedhetett meg a víz körforgásával, az egészséges ivóvíz biztosításával, valamint a szennyvíztisztítás mechanikai és biológiai folyamatával. A víz világnapjának megünneplését az 1992-es évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. A folyamatosan növekvő földbúgó lakossága, illetve az ezáltal folyamatosan növekvő szennyezés miatt, ugye ilyenkor tudjuk felhívni az emberek, főleg a gyerekek figyelmét arra, hogy vigyázni kell a vízkészleteinkre, vigyázni kell a környezetünkre, mivel ez a ivóvíz ellátásra rendelkezésre álló vízkészlet, ez fogyóban van. Az Érdés térsége víziközmű Kft. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megnyitotta kapuit az érdi diákok előtt. Március 21-én és 22-én várták a környező iskolák tanulóit, akik óránkénti váltásban érkeztek. A fiatalok számos érdekességet láthattak és hallhattak a majd egy órás előadás során. Először lent egy kis tájékoztatót kapnak a vízvilágnapjáról, miért van. Aztán megmutatjuk nekik a Dunaparti gépházunkat, megmutatjuk a Dunaparti vízbázisunkat, a kutyainkat, távolról nyilván, mert oda nem lehet bemenni. Beszélünk nekik a vízről, általánosságban mire használjuk a vizet, átterünk aztán az ivóvízre, megmutatjuk a diszpécser központot, ahol folyamatosan nyomon követhető a Érdés környékén lévő települések vízellátása. Van egy kis terepasztal, ahol szemléltetjük a domborzati viszonyok adta lehetőségeket, illetve tartunk egy előadást a vízről, ivóvízről, és aztán egy kollégám a szennyvíz elvezetésről, illetve a szennyvíz tisztításról tart még egy kis előadást. Láttuk a műfázat, láttuk, hogy a gépen hogyan irányították a csapokat, láttuk azért vízmű térképet is,
3D-ben, ott megnéztünk a szennyvízzel videókat, meg az elrettentő példákat, hogy úgy vitték el az egyik városba a vizet, hogy csövön keresztül, mindenkinek volt a saját csöve. A fiatalok többek között hallhattak arról, hogy miért kell spórolni a vízzel, és miért kell vigyáznunk környezetünkre, de az is kiderült a fiatalok számára, hogy hogyan jut el a víz a csapokhoz, és hogy az ivóvíznek milyen követelményeknek és szabályoknak kell megfelelnie. Az a tapasztalatom, hogy minél kisebbek, annál érdeklődőbbek, nagyobb korban már bólogatnak, már tudják a dolgokat, de mindenki úgy megy el, hogy nyert, hogy tanult valamit, illetve szoktam visszajelzéseket kérni, és csak egy példa, tegnap SMS-t kaptam egy iskolás kisfiútól, hogy jó volt, és nagyon tetszett, és köszönik szépen. És tanárnőktől is szoktam kapni visszajelzést. Sőt, szoktam is kérni a tanárokat, hogy valamilyen szinten kérdezzék vissza azt, amit itt hallottak, hogy lássuk, hogy tanultak-e ezekből, hogy el tudják-e sajátítani az itt elmondottakat. A vízvilágnapi alkalmából megrendezett nyílt napokon idén közel 410-13 éves tanuló ismerkedhetett meg a víz körforgásával, az egészséges ivóvíz biztosításával, valamint a szennyvíztisztítás mechanikai és biológiai folyamatával. Szombaton reggel keleten, északkeleten lehet derültebb az ég, máshol erősen felhős, borult időre van kilátás, de csak jelentéktelen hószállingózás fordulhat helyenként elő. Északkeleten még erős lehet az északi szél, délkeleten már csak élénk lökések fordulhatnak elő. Hajnalban hideg lesz, -2 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben északkeleten naposabb időre van kilátás, máshol főként borult lesz az ég. Élénk lesz még a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Az érdivárosi televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!